Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, sziasztok! Vasárnap reggel 9 óra van, és mivel itt Budapesten egy picit be van borulva, úgy gondoltam, hogy talán nem probléma, hogyha a nyár derekán, a nyár közepén készítek egy Facebook live-ot, annál is inkább, mivel úgyis vissza lehet nézni, de talán most egy kicsit úgyis olyan pihenős vasárnap van, hiszen nem tudunk strandra menni, bár nem tudom, hogy az ország többi pontján milyen az időjárás. Sziasztok, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, engem Vaktor Orsolyának hívnak, a Kristályfény szegeregény sorozatnak vagyok a szerzője, aki esetleg még nem találkozott velem, és 10 éve tartok meditációs napokat, esteket, szemináriumokat, spirituális iskolát vezetek, és immáron az elmúlt hónapokban megnyílt, egészen pontosan 2023 tavaszán megnyílt a művészeti és spirituális központunk, szalon, galéria, ahol a spirituális programok mellett művészeti programokat is, irodalomesteket, felolvasóesteket tartunk, illetőleg festőknek fogjuk bemutatni ősztől a különböző alkotásait. Nagyon-nagyon sok izgalmas programmal várunk benneteket. Zenei produkciókkal még azért nem nagyon tudunk fogadni ott benneteket, mert ez még egyelőre első lépésként egy kisebb lakásgaléria, de az a tervünk, az a víziónk, hogy a következő évben, 2024-ben egy nagyobb térbe lépünk át, és akkor zenei programokkal is várunk majd benneteket. Ma pedig, amiről beszélni fogok, a Teli Hold. Augusztus 1-én lesz Teli Hold, és nagyon furcsa a nyár közepén arról beszélni, hogy mi vár ránk ősszel és télen, és nem is feltétlenül ebbe szeretnék bocsátkozni, ugyanakkor én egyszer egy ismerősömtől hallottam ezt, és ez nagyon-nagyon megragadott, és úgy gondolom, hogy úgy érzem, hogy ez nagyon igaz, hogy a nyár egy kicsit olyan, mint egy hosszú hétvége. A június, az a péntek, ugye június feléig még iskola van, úgyhogy a péntekek is nagyjából ilyenek, hogy még ugye délelőtt dolgozunk, de már délután nagyon várjuk azt, hogy elkezdődjön a hétvége is, mert a péntek délelőtt is abszolút ugye ebben a hangulatban telik, és hát a június is ilyen, hogy még egy kicsit iskolába járnak a gyerkőcök, de már nagyon-nagyon érezzük a nyarat. A július az olyan, mint a szombat, amikor ízig-vérig benne vagyunk a nyárban, és hát ugye lassan itt a júliusnak a vége, és az augusztus pedig olyan, mint a vasárnap. Még hétvége van, még nyár van, még jövünk, megyünk, kirándulunk, strandolunk, de már érezzük azt, hogy kezdődik valami új. És hiába a szeptember az ugye nem jellemzően egy évkezdet, mégis az iskolakezdés miatt mindig van bennünk egy ilyen új kezdet érzés, és figyeljétek meg magatokat, hogy nagyon sok mindenkiben előjöhet ez az érzés, hogy a szeptember mégis olyan, mintha valami új indulna. Új álmok, új célok, új tervek, minden, ami kifutott tavasszal, amivel dolgoztunk, alkimiáztunk, újra alakítottuk magunkban, ugye abban a holisztikus egységben, hogy szellemben, lélekben, testben is igyekeztünk a cselekvéseinkkel lehorgonyozni, manifesztálni azokat az új energiákat, amelyek körbevesznek bennünket. Ugyanakkor valahogy szeptemberben mindig kapunk egy ilyen új löketet, mint hogyha ez úgy még inkább a cselekvésbe kerülne. Ez azért nagyon izgalmas, mert a szeptember a 9. hónap, és a 9-es szám az egy nagyon magas rezgésű szám. A 10-es számrendszerben nézve ugye a legmagasabb dimenziónak a száma. Ilyen módon mondhatjuk azt is, átvitt értelemben, és ezt most kérlek értsétek, metaforikusan, nézzük a kisfiammal most nyáron a Flash sorozatot, és ott folyamatosan metahumánokról van szó, és ezért akadt össze a nyelvem. Tehát metaforikusan azt, hogy, és mit is akartam mondani? Igen, a 9-es számot, tehát, hogy a mennyországnak a magasabb rezgése, ezek a mennyországi rezgések, és ugye ez a mennyország
metafora, mint lélekállapot, tehát semmiképpen sem fizikai helyre gondolva itt ilyen módon, hanem mint lélekállapotra, mint tudatállapotra gondolva, és ugye hát ez nagyon érdekes ezt kibontani, hogy kinek mit jelent ez a mennyországi lélekállapot és tudatállapot, hiszen ez abszolút egyéni és szubjektív, egy belső békeállapot. Talán ezzel tudom a legkönnyebben definiálni, és nyilván ez érzitek ti is, hogy ez mennyire szubjektív lesz, az a belső békeállapot, amikor úgy megbékélsz a jelenléteddel, az itt és a mostoddal. Az itt és a mostot azt nem úgy kell értelmezni, hogy felelőtlenül vagyunk benne, hanem abban a tudatállapotban vagyunk, hogy tudjuk, hogy egy nagyobb egésznek vagyunk a részei, minden egyes gondolatunk, minden egyes érzésünk, folyamatosan egy rezgés, egy frekvencia, amely folyamatosan teremti a körülöttünk létező világot. Ez nagyon-nagyon érdekes, és ez nagyon fókuszált jelenlétet jelent, fókuszálni mindig a pillanatra, hogy hogy érezzük magunkat, hogyan gondolkodunk, tényleg mi az, amit folyamatosan kibocsátunk magunkból rezgéseket és frekvenciákat, mert azáltal alakítjuk magunk körül a fizikai valóságunkat. Szóval ez mindenképpen ehhez a tudatossághoz tartozik. Ugyanakkor ehhez a tudatossághoz tartozik az okokozatiság elve is. Minden egyes döntésünkkel alakítjuk a jövőnket, és minden egyes döntés alternatív időszálakat, idősíkokat hoz létre. Tehát egy bizonyos szint fölött már érezzük, hogy mennyire igazságát veszíti, ha volt is bármikor neki, de hogy mennyire értelmetlenné válik az, hogy jósoltatok magamnak, hogy mi lesz, meg hogy lesz, meg mi van megírva, mert amikor felfedezed a saját isteni teremtő énedet, és mindjárt összekötöm ezt a teli holddal, hogy miért kapcsolódik ez a sok-sok gondolat a teli holdhoz, tehát a mostanihoz, az augusztus 1-jeihez, tehát amikor felfedezed magadban a saját belső isteni énedet, akkor rájössz, hogy semmi nincsen determinálva általad, hiszen a folyamatos létezésben vagy, a folyamatos flowban vagy, és folyamatosan teremted, ugye Isten képmására teremtve, az Isten, mint a mindenség, az univerzum, az a holisztikus hármas egység, mint szent háromság, hogy a szellem, a lélek és a test, az emberi létforma ilyen. Azt nem tudom, hogy van-e még az emberi létformán kívül ilyen létforma, hiszen nem tudom a mindenséget, és szerintem nagyon naív dolog lenne, gyermetek dolog lenne bárkinek is azt mondani, hogy ő teljesen tud mindent. Tehát az emberi létforma az hasonlatos ehhez az isteni létformához, vagyis ahhoz a holisztikus hármas egységhez, hogy gondolkodunk, van képzelőerőnk, van vizualizációs képességünk, és ezzel a képzelettel, a gondolatainkkal képesek vagyunk úgymond menni az idővonalon, ugye előre meg hátra, hiszen emlékszünk azokra az eseményekre, amik már megtörténtek, és akkor itt megint lehet tovább filozofálni, hogy valójában mindig minden egyszerre történik, de most nézzük lineárisan, tehát visszatudunk a gondolatainkkal, a szellemünkkel menni a múltba, és a képzeletünkkel, a vizualizációval előre tudunk menni a jövőbe. De minden egyes döntésünkkel teremtünk. Tehát nincsen olyan, hogy valami determinálva van, mert akkor és ott, a jelenedben te milyen döntéseket hozol, mivel kapcsolatosan hogyan érzel, milyen gondolataid vannak, mi az, amit belül mantrázol magadnak. Lehet, hogy tudod, hogy nem szabad kimondani, de belül a gondolataid mégis pörögnek, belepörgeted magad gondolatokba. Szóval mi az, amit belül a belső világodban mantrázol. Hiába mantrázzuk kifelé, hogy okos vagyok, gazdag vagyok, párkapcsolatban vagyok, utazok ide, ilyen házba költözök, olyan autóm lesz, ilyen munkahelyem lesz, erdőben élek, állatok között élek. Hiába mantrázod ezt kifelé, hogyha belül a gondolataidban
nagyon sok hitrendszer blokk van, családi generációs mintázatok, előző életből hozott blokkok, érzelmi blokkok. Tudjátok, mikor kijött a Titok című film, és ugye megjelent a könyv is, emlékszem, még akkor születtek a gyerekeim, szóval 15 évvel ezelőtt, akkor mindenki mantrázott kifele. Csak azt felejtettük el, hogy az egy dolog, hogy miket mantrázunk, ez tök jó egyébként, tehát hogy mindenképpen egy lépéssel beljebb vagyunk, hogyha nem negatív dolgokat mantrázunk szóban, hanem pozitív dolgokat, tehát ez mindenképpen egy jó irány. Ugyanakkor nem feltétlenül elég, muszáj hozzá átalakítani, igazából persze nem muszáj, de ha nem teszed meg, akkor nem fog megtörténni. Szóval, hogyha te valóban változásokat szeretnél, akkor belül is át kell alakítanod magadat hozzá, a belső érzelmi világodat és a belső gondolati világaidat. Na hát ez lenne az a bizonyos mennyországi tudatállapot, ahonnan ugye ezt így kifejtettem, ezt a gondolatot, és a keresztény kultúrában ugye mennyországnak hívjuk, ugyanakkor mitológiában, akár a görög mitológiában, keleti mitológiákban, vagy ókori mitológiákban, és talán így, ha mondjuk, mert Rómában is ez volt, tehát az ókori mitológiában, amikor még nem volt a kereszténység, akkor Elíziumnak hívták. Elízium az a létállapot, az a tudatállapot, az a lélekállapot, ahol egy teljes belső egységben és isteni tudatosságban vagy, egy belső békeállapottal, és ezért lett a központunk neve Elízium, hiszen ebben tudunk neked segíteni és támogatni, és azért többes számban beszélek, mert nem csak én dolgozom ott egyedül, hanem azok, akik nálam tanultak és jártak hozzám különböző tanfolyamokra, szemináriumokra, és azt a szellemiséget képviselik, amit én, ők is dolgoznak egyéni konzultációban, ősztől indítjuk a csoportos programokat, hamarosan kiteszek különböző videókat, amiket májusban csináltunk, ilyen Zoom csoportos videókat, ott megismerhetitek őket is, és ősztől is megismerhetitek, tehát hogy többen is vagyunk az Elízium központban, akik tudnak benneteket segíteni és támogatni, hogy ezt a lélekállapotot és ezt a tudatállapotot tudjuk elérni, akár meditációs oldásoknak a hatásával, akár egyéni oldási technikákkal, egyéni folyamatokkal, akár csoportos szemináriumok, tréningek, de tényleg nagyon sok módon lehet ehhez hozzányúlni. Meg kell találni, hogy mi az, ami számodra beválik. Nekem is nagyon sok hanganyagom született az elmúlt 10 évben. Ezeket az Elízium oldalon megtaláljátok, kristályfényelizium.hu, lélekuniverzum, lélekutazás, így, hogyha rákerestek, megtaláljátok a hanganyagokat, egyébként az első menüpont. És ezek a hanganyagcsomagok, ezek nem csak meditációk, hanem ugye workshop hanganyagok, tehát a szemináriumoknak a tartalma, a tanítások is benne vannak, illetőleg kérdések, gyakorlatok, és én nagyon tudok a gyakorlat embere lenni, annak ellenére, hogy egyébként nyilvánvalóan nagyon idealista vagyok, és hát nem titok, ugye március 3-án születtem, tehát a halak napommal, aztán én végképp nagyon sok mindent tudok vizualizálni, ugyanakkor az asztendensem miatt nagyon-nagyon gyakorlatias, megvalósító ember is tudok lenni, és most ősszel olyan kurzusok fognak indulni, olyan szemináriumok fognak indulni, ami a gyakorlati megvalósításban fog téged segíteni és támogatni. Mert hogy? Az augusztus 1-i telihold erről szól. Én most az Aura Szóma nyelvén szeretném nektek hozzáfűzni ehhez a sok-sok gondolathoz, amit eddig is hallottatok, hogy miben és hogyan támogat ez az augusztus 1-i telihold, és nyilvánvalóan ezt nem úgy kell sosem értelmezni, hogy na akkor most, ha augusztus 1-én valamit megcsinálsz, akkor az sikerült, ha meg nem tudtad meglépni, akkor hát így jártál örökké valóságban. Szóval ezek mindig csak lehetőségek, kapuk, amiken vagy belépsz, vagy nem, aztán majd vagy jön egy hasonló kapu, vagy egy kicsit más módon, másképpen. Tehát ezek energiaterek, amik segítenek és támogatnak téged, és te vagy az, aki eldöntheted, hogy ezt igénybe veszed, élsz ezekkel az energiákkal, vagy pedig várod a következő teli holdat.
Na tehát, mosteli holdkor, augusztus 1-én az auraszóma rendszerét tekintetbe véve, aminek van egy angyal rendszere, a 72 kabala angyal, kettő üveg lesz főszereplő. A 72 kabala angyal auraszóma rendszer az azt jelenti, hogy minden egyes napnak az éven van egy őrangyal energiája, van egy szívangyal energiája, és van intellektus angyal, de azért mondtam, hogy csak kettő, mert az intellektus angyal az már az óra perchez van hozzárendelve. Tehát egy napon belül nagyon sok intellektus angyal energia van, hiszen a gondolataink, az érzéseink akár 20 percenként is változnak, vagy még sokkal gyorsabban, ugye nőtársak, ezt ismerjük, egyik percben így gondoljuk, másik percben úgy gondoljuk, csak vicceskedtem, de hogy az intellektus angyalok azok 20 percenként változnak. Ezért mondom azt, hogy augusztus 1-én két főszereplő üvegünk van, az egyik az őrangyal pozíció, a másik a szívangyal. Mit jelentenek ezek az angyal energiák? Az őrangyal energia a földelésben segít, olyan, mintha a testi szférához, a vöröshöz lenne hozzárendelve, az auraszómában úgy mondjuk, hogy a föld csillaghoz van hozzárendelve, tehát a gyakorlatban való megnyilvánulás. A szívangyal tér, ugye a lélektér lesz értelemszerűen, ez egyébként az auraszómában az inkarnációs csillaghoz van hozzárendelve, hiszen a lélek inkarnációkon keresztül létezik, nem csak bezárva az anyagba, hanem ugye az Akasa krónikában életről életre inkarnációs idővonala van minden léleknek. És az intellektus angyal, ahogy már az előbb is említettem, ugye a szellemi térhez, a lélekcsillaghoz van hozzárendelve, a gondolataink, az attitűdjeinknek a meghatározása. Mindenkinek egyébként, amikor megszületett, nyilván a születésének van egy konkrét napja, van konkrét órája és perce, hozzá van rendelve az őrangyal, a szívangyal és az intellektus angyal, és ez a három energia egyébként, ami a születési időpontot van hozzárendelve, egész életedben elkísér, segít és támogat téged, és egyébként meghatároz. Egy kicsit olyan, most mondhatnám, mint a csillagjegyek. Ugye az asztrozófusok, az asztrológusok a csillagok állásából és a csillagképekből, a fényszögekből olvasnak. Az auraszómában mi a színekből olvasunk, hiszen a színek azok frekvenciák, a színek azok rezgések, és minden színnek, minden fénysugárnak megvan a maga jelentése, megvan a maga üzenete, nem mindegy, hogy mivel találkozik. Ugyanakkor minden fénysugárnak és minden színnek megvan a felemelkedett mestere, a mester eszenciája. Mondhatnánk azt is, hogy az elíziumi tudatállapota, és ugye értitek ezt a metaforát, tehát, hogy minden színnek megvan a magasabb, teljesen tiszta megnyilvánulása, ugyanúgy, ahogy egy csillagjegynek is vannak alsóbb oktávjai, és vannak felsőbb oktávjai, van, amikor még ugye a diszharmonikus állapotát éli valaki az adott csillagjegynek, vagy csillagképnek, és van, amikor már átlényegíti, átalkímiázza, kristályosítja, ugye a kristályosodás az egy alkímiai folyamat, ezért kristályfény a brand. Tehát ezért kristályfény brandel megy itt nálunk minden, mert ez egy alkímiai folyamat. A kristályfény az azt jelenti, hogy a lélek alkímiája, ahogy kristályosodik és kiragyog az ő fénye, a legmagasabb minőség felé tartva, amit csak ebben az életünkben elérhetünk. Ezek nem objektív fogalmak, hiszen mindenkinek szubjektív az, hogy ő hol tart, honnan érkezett, honnan indul ebben az életében, és mit tervezett magának erre az életére, hogy hova szeretne eljutni. Tehát ezek nem objektív kategóriák, hogy innen ide kell eljutnunk, hanem mindig önmagadhoz képest. Ezért is nagyon fontosnak tartom, hogy az Elysium központban egyéni segítők is vannak, hiszen nagyon hasznosak a csoportos foglalkozások, gyönyörű szépen, tehát elképesztő intenzíven lehet haladni csoportos foglalkozások során, mert összeadódik az energiatér, és tényleg nagyon-nagyon mély folyamatok jönnek létre, de utána, hogy te azt le tud magadban vezetni,
tud értelmezni, át tud magadban alakítani, és nagyon fontos az értelmezés, mert hogyha nincsen megértés, akkor valójában nem fog tudni igazán feloldódni, hiszen az egésznek a célja a tanulás. Azért vagyunk itt, hogy tanuljunk, hogy fejlődjünk, de ha nem értjük, hogy mi miért történik, és itt most nem a túlagyalásról, meg a túlelmélkedésről beszélek, hanem arról a megértésről, amikor az okokozati összefüggéseket megértjük, amikor leesik az a bizonyos 20 fillér, a tantusz, és onnantól kezdve, hogy ez leesett, megértetted, akkor ott könnyebb lesz az érzelmi feloldódás. Nem azt mondom, hogy megtörténik, de könnyebb lesz, hiszen megint egy lépéssel beljebb vagy. Tehát augusztus 1-én, a teli holdkor, a két üveg, ami őrangyeli szivangya pozícióban, nagyon-nagyon fontos szerepet tölt be, és ami miatt ez sok-sok minden, amit most így elmondtam, nagyon fontos mindenkinek az egyéni vonalán, és ez a teli hold, őrangya a pozícióban a Krisztus üveg lesz. A Krisztus üveg az 55-ös üveg, ugye Jézus felemelkedett mesterhez van hozzárendelve, és az üveg felül tiszta, áttetsző, kvázi fehér, alul pedig vörös. Most azért nem tudom nektek megmutatni, mert a központban vannak ezek az üvegek, én pedig itthon ragadtam itt a reggeli készülődés során, de természetesen kedden, teli holdkor, a meditációs est során ezzel az üveggel dolgozva a központban láthatjátok személyesen az üveget, ki is fogjuk tenni. Az auraszoma üvegek úgy működnek, mint a kristályok. Ahogy jelen vannak a térben, folyamatosan árasztják magukból az energiáikat, a frekvenciáikat, hiszen a kristályok is ugye hangolják a teret, és az auraszoma üvegekben cseppfolyósított kristályok vannak. A Krisztus üveg, az 55-ös üveg felül tiszta, alul vörös, ami azt jelenti, hogy a felfele a kapcsolódás, és ezt a tisztaságot, ahogy a szellemi minőségeinket kitisztítjuk, felfényesítjük, ezt a tiszta létállapotunkat, ezt a tiszta jelenlétet, mint tudatállapotot, lélekállapotot tudjuk leföldelni, lehorgonyozni a vörösbe. Ez nagyon izgalmas, és nem feltétlenül akarok ezzel a mondattal tovább menni, de érdemes azt végig gondolni, hogy az ősi magyarságnak is volt egy olyan időszaka, amikor a zászlója, ami ugye egy szimbólum, egy nemzeti szimbólum egy népnél, ugye fehér-vörös sávos volt. Ez a fehér-vörös sáv, ez egyébként a Krisztus üvegben is jelen van, és ezt nem szeretném most tovább gondolni, meg túl gondolni, és nem feltétlenül akarok most ebbe tovább menni, hogy ebben milyen következtetéseket lehet levonni, de tény az, hogy nagyon közel áll hozzánk ez a krisztusi energia, és itt természetesen gondolhatunk konkrétan Jézusra is, de inkább a tanításokra célszerű gondolni. Tehát azokra a tanításokra, arra a szellemiségre, amit Jézus képvisel, és ez az, ami hozzánk magyarsághoz is nagyon közel áll, és ugye itt ebben az őrangyal pozícióban ez azért lesz számunkra nagyon meghatározó, mert az a kérdése ennek a teli holdnak, és akkor most itt nem tudom már lassan, én most így ránéztem az órára, így több mint 20 perc távlatában, akkor ki is mondanám az augusztus 1-i teli holdnak az üzenetét, hova érkeztél meg mostanra? Milyen felismerésekbe, milyen okokozati összefüggéseknek a meglátásába a tiszta, az ugye egyfajta megvilágosodás. A megvilágosodás ez nem egy ilyen egyszeri dolog, hanem az egy folyamat, amikor leesnek a 20 filléresek meg a tantuszok, az egy folyamat, ahogy egyre jobban látsz rá dolgokra, és ez nagyon szépen hangzik, hogy hú, akkor én most megvilágosodtam, de valójában a megvilágosodás az azt jelenti, hogy mersz ránézni a saját árnyékaidra és sötétségeidre. Ugyanis a fényt nem kell világosítani, mert az fényes. Ami a megvilágosodás, az a sötétségben történik, az árnyékok között. A félelmek, a fájdalmak, a keserűségek, a harag, a düh, az ilyen megrekedt, diszharmonikus energiák, azokra való ránézés. Érdemes végigvenni az emberi kapcsolataidat, akár munkakapcsolatok, baráti kapcsolatok, családi kapcsolatok, és hát most ide második pontnak sorolnám föl a párkapcsolatot,
és itt most energiákra tekintve nyilvánvalóan tiszteletben tartom mindenkinek, hogy ki kit szeret és kivel éli meg ezt a párkapcsolati energiát, de ugye a saját nőiességünkkel és a férfi energiával való, csak közben elolvastam az üzenetet, a saját női és férfi energiával való kapcsolódás, és ennek a női-férfi energiának a kapcsolódása, és itt még egyszer mondom, itt nem arról van szó, és nem is, én nem szeretnék ilyennekkel foglalkozni, hogy részemről szabadság van, hogy ki kit szeret, meg ki kivel éli meg a szerelmet. Én most az ősi energiákról, a yin-yang energiákról beszélek, amely minden lélekben jelen van, attól függetlenül, hogy kibe vagyunk szerelmesek. Tehát ez a yin-yang energia ilyen párkapcsolati kérdésekben, hogy ez hogyan tud működni, mint minőség. Ugye a yin a befogadás, a yang a kiáramlás. Mennyire tudjuk ezt a befogadást és ezt a kiáramlást működtetni? Milyen a kapcsolatod a pároddal? Mi az, amiket eddig felismertél? Hova érkeztél meg? Milyen felismeréseid vannak? Mi az, amit sikerült átalakítani? Olyan ez a telihold, mint egy nagy ilyen számadás. Tehát számot adunk, hogy hol tartunk most. Mert nagyon-nagyon új dolgok indulnak 2024-től. Ez a krisztusi energia, ez a tiszta vörös, ez, hogyha egymásba engedjük, a vörösnek a fénnyel telített változata a rózsaszín. És ugye ennek is van, hogy halvány rózsaszín, de a krisztusi energia, mint vörös energia, a vörös fénysugárnak a fénye, a vörös fénysugárnak a felemelkedett mestere, ugye Jézus, és a vörös fénysugárnak a fénnyel telített változata, tehát minél jobban közeledünk a középpont, az isteni egyensúly, a fénypont felé, ugye a vörös az elkezd rózsaszínesedni, tehát a rózsaszín energia is ide tartozik, a vörös és a rózsaszín az aura szómában nagyon hasonló, még ha egy kicsit más is, nyilvánvalóan azért frekvenciában, rezgésben, a vörös a beindításról szól, a vörös az elindulásról szól, a láthatóvá válás, minden, ami az anyag, a gyökércsakra, az élet maga, az élet áramlás, ugye a vér, vörös a vér, az életnek az áramlása. Eleve a gyökércsakra ugye lefele van, ezt már nagyon sokszor hallhattuk, hogy valójában szülni nem fekve kellene, hanem ugye állva, ezt az ősi társadalmakban pontosan tudták, hogy a nők álltak, de legalább ültek, mindenképpen függőleges helyzetben voltak, ugyanis a gyökércsakra az lefele áramlik. Tehát mindenképpen, ami az anyaggal kapcsolatos, anyag, anyagiak, pénzügy. Ugye, mivel vagy női testben vagyunk, vagy férfi testben, és aztán minden másban is, de ilyen módon ugye ide fognak tartozni a szerelem, mint teremtő erő. A taróban a hatos lap a szerelem lapja, egyébként a döntéseké is, tehát a szerelem lapja, szeretők lapja, a hatos, és a hatos üveg az aura szómában a vörös-vörös. Tehát a vöröshöz tartozik az előbb, amit említettem, anyag, anyagiak, pénzügyek, milyen a kapcsolatunk a pénzzel, hogyan tudunk manifestálni. A pénz energia, azzal létrehozunk, teremtünk, ez a teremtő erőnek egy kézzelfogható változata. Nagyon érdekes. Egyébként ezzel kapcsolatosan tavasszal volt egy szeminárium sorozat, amit már felmondtam nyáron stúdióban. Most folynak az utómunkálatok, és nem sokára egyébként ezek a hanganyagok is elérhetőek lesznek. Aztán a vöröshöz tartozik ugye a szerelem, amit az előbb említettem, és a vöröshöz tartozik a test. A testünkkel való kapcsolat. Mennyire tudjuk elfogadni azt lélekként, hogy itt vagyunk a testben, és nem vagyunk folyamatos elvágyódásban, hanem elfogadjuk, hogy ez itt és a most is a létezésnek a jelenléte, és egyébként az a nagy helyzet, hogy teljesen mindegy, hogy hol lennél, lehet, hogy azt hisszük, hogyha máshol lennénk, egy másik bolygón, vagy másik csillagtérben, akkor jobb lenne, de valójában az van, hogyha tudod, hogy mindent a gondolatoddal és az érzéseddel teremtesz magad körül, akkor meg fogod érteni, hogy ha itt belül nincsen rend, és belül nincsen béke, akkor pontosan ugyanolyan katyfasz fogsz teremteni, bárhol is vagy
az univerzumban, tehát ez egy óriási nagy felfedezés, hogy már itt és most is megélheted ezt az elíziumi mennyországi lélek és tudatállapotot, azáltal, hogy dolgozol a belső világaidon, és nem a tested tehet arról, és nem a föld, és nem az anyag tehet arról, hogy te hogy érzed magad, mert valójában a külvilág csak visszatükrözi azt, ami benned van. És hogyha belül nem változik meg a dolog, akkor teljesen mindegy, hogy melyik tükörben nézel bele. Ha kócos vagy, akkor minden tükörben kócos leszel. Persze vannak illúziók, meg vannak elvarázsolt kastélyok, de az meg nem a valóság. Na, mindegy is, ebben most nem menjünk bele mélyebben. Tehát ez a tiszta vörös üranyal pozícióban a teliholdnál, és ezt az egész teliholdas energiát így körbe lengi, mert egyébként az ürangyal üvegek 5 naponta váltják egymást, tehát ugye ezért ez nagyon meghatározó lesz ez a krisztusi energia. Hova érkeztél meg? Mi az, ami kivilágosodott, megvilágosodott benned a kapcsolataidat, a párkapcsolatot illetően? És akkor menjünk tovább, a küldetésedet illetően. Ki vagy te? Mi a te küldetésed? És ezt úgy fogod megtalálni, úgy találod meg, hogy mi a küldetésed, nem valaki majd kártyából megjósolja neked, vagy a kristálygömbjéből, hanem el kell kezdened önvizsgálatot tartani. Tudom, ez nagyon közhelyes, meg folyton ezt mondom. Ugye kaptam ilyen kommentet a YouTube videón, hogy én folyton mindig ugyanazt mondom. Hát nem tudok mit csinálni, ez van. Ez az igazság. Szóval önismeret. Mennyire ismered azt, hogy neked milyen tehetséged van? Miben vagy jó? Mihez van talentumod? Mi az, amiben szenvedélyed van? Mi az, amit akkor is éjjel-nappal nagyon szívesen csinálnál, ha egy fillért nem fizetnének érte, mert az a te önkifejezésed. Abban érzed azt, hogy szárnyalsz, időtlenné és teretlenné válik a jelenléted. Ez a te talentumod. És valójában ezt már gyerekkorban zsigeri szinten elkezdjük működtetni. Hogy mit játszunk, milyen mesefilmeket szeretünk, milyen mesehősökkel kezdünk el azonosulni, vagy egy frekvenciára, egy rezgésekre kerülni. Ugye most megy a moziban a Barbie című film, és hát én tudom, hogy nagyon sokan így nagyon sztereotípnak gondolják ezt a Barbie-s világot, és nyilván a helyén kell kezelni ezt a dolgot. Én magam egyébként nagyon-nagyon sokáig barbiztam, én nagyon szerettem barbizni. Amit felfedeztem mögötte például én, hogy nekem mi volt az az energia, amit egyébként most már tudatosan működtetek felnőtt életemben, az, hogy Barbie ilyen jóságos, és mindenkihez segítő szándékkal áll hozzá, és egy ilyen, ha megnézitek az ő karakterét, akkor ő egy ilyen segítő karakter egyébként. És nyilván meg lehet nézni nagyon sok mindenkinek, hogy ki mihez vonzódott, milyen mesefigurákhoz, milyen mesehősökhöz, és mi a mesehősnek az üzenete. Mi az, amit vele az alkotó üzenni szeretett volna, a karakter, a személyiségtípus, az attitűdjei, a gondolkodásmódja, az érzelemvilága, ahogy a világgal bánik, ahogy az emberekkel bánik, ahogy a környezetével bánik. Valójában ezzel rezonálsz össze, nyilvánvalóan nem a konkrét szereplővel, hanem azzal az energiával, amit ő képvisel. Például van ismerősöm, aki énekesnő, és neki a kis hablány volt a kedvenc meséje. Tehát az egyik. Tehát gyerekkortól zsigeri szinten ezeket elkezdjük működtetni. Régebben járt hozzám valaki, aki nagyon korán, nagyon kicsi gyerek volt még, amikor elveszítette az édesanyját. És amikor csináltuk ezt a gyakorlatot, akkor mondta, hogy neki a Nils Holgersson volt a kedvenc meséje. Ugye ő is egy elvesztett kisgyerek, szóval ezek nagyon beszédes üzenetek tudnak lenni. Amikor ilyen szemináriumokat, workshopokat tartottam az elmúlt 10 évben, és fogok most ősszel megint ilyen workshopokat tartani,
akkor pontosan ezekkel a kérdésekkel megyünk, dolgozunk, önismeret. Ahhoz, hogy te a küldetésedet meg tud találni, arra nem az a válasz, hogy én vagy bárki más a külvilágból megmondja neked, mert az csak egy információ, amivel vagy együtt tudsz rezegni, vagy sem. Azért fontos az önismereti út, mert valójában miközben önismereten vagy, meg ebben a belső megismerésben, oldod le magadról folyamatosan azt, olyan, mint most a művészetet egy kicsit hozzákapcsoljam, a szobrászkodás, amikor leszedsz magadról mindent, ami nem hozzátartozik. És amikor ott marad belül a szobor, ugye a nagy kőtömbben benne van a szobor, és valójában a szobrász csak leszed mindent a szoborról, ami nem ahhoz az alakhoz és formához tartozik. Tehát ami nem hozzátartozik, azt lehántogatod magadról, és ezáltal egy alkímián is mész keresztül. Ha már te készen állnál most a küldetésedre, akkor tudnád, hogy mi az. És azért keresed még, ha keresed, mert még nem rezegtél vele össze. És maga az a folyamat, ami az önismeret és az önmegismerés útja, a saját talentumaidnak, a tehetségednek a felfedezése, az, hogy mi az, ami csak egy bemásolt minta, mi az, ami egyébként csak egy vezeklésprogram, nagyon huncut dolog tud lenni, hogy sokszor azt érezzük, hogy fú, ez a küldetés, aztán kiderül x idő után, valamennyi idő után, hogy az valójában csak egy vezeklési program volt. De azért működött, mert még nem történtek meg az alkimiai folyamatok, az önmegbocsátás, az önfelismerés, az önfeloldozás. Szóval ez egy nagyon-nagyon összetett dolog, de remélem így érzitek. És a szívangyal pozícióban mosteli holdkor az 57-es üveg áll, ami pallaszaténi üvege, felül halvány rózsaszín, alul pedig halvány kék. Ami azért nagyon izgalmas, mert pont ennek a yin-yang energiának az egyensúlya, ugye a halvány rózsaszín és a halvány kék. Mondhatnánk azt is, ugye, hogy a halvány kék az a láthatatlan, a szellemi, isteni létező, aki vagy, ugye a halvány rózsaszín, meg az előbb beszéltük, ugye a vörös, a megnyilvánulás, a láthatóvá válás. Pallasz Athéné pedig a magenta fénysugárnak a felemelkedett istennője, ugye ő isten, tehát mester eszencia, de istennőnek hívjuk, mint kozmikus mester, tehát Pallasz Athéné kozmikus mester, és az ő üzenete, tehát ennek a magenta fénysugárnak az üzenete pontosan a küldetéssel, mint az önkifejezéssel, az önmegvalósításoddal rezonál együtt. Tehát ez a teli hold nagyon segít és támogat téged abban, hogy beljebb kerülj önmagadhoz, a saját önmegvalósításodhoz, önkifejezésedhez, mint lélekküldetéshez, vagyis ehhez a vagyok, aki vagyok állapotodhoz. A magenta fénysugár, ugye szívangyal pozícióban teli holdkor Pallasz Athéné kozmikus mesterrel, a lélekcsillagnak a színe a magenta, az, amikor a lila, tehát a felül a korona csakra, átfordul a vörösbe, vagyis amikor a láthatatlan láthatóvá válik a vörösben, és ilyen módon, mivel a lilának és a vörösnek az összeérése, valójában ez a magenta energia, ami így körbevesz bennünket, ugye a lila koronacsakrának az összeérése a vörössel, egyfajta istennői gondviselő magzat energia, ahogy az anya méh körbeveszi a magzatot és gondoskodik róla, a gondviselésnek az energiája. Tehát augusztus 1-i teli hold nagyon-nagyon üzen neked, hogy ott vannak veled, ott vannak körülötted, és minden módon, tehát ez nagyon két erős üveg, mind a kettő mesterüveg, az 55-ös is, és az 57-es is, a Krisztus üveg őrangyal pozícióban, Pallasz Athéné szívangyal pozícióban, azt üzeni neked, hogy itt az idő, hogy az légy, aki vagy. Itt az idő, hogy éld azt az isteni énedet, aki vagy. Na jó, de ki vagyok én? Na hát ezzel fogunk dolgozni, akár a teli holdnál is ugye elkezdünk ráhangolni, de ugye azt érezzük, hogy ez nem 20 perc kérdése, tehát hogy ez nem egyébként nem 20 perces lesz a meditáció, de mindegy, tehát hogy nem, még csak 40 perc kérdése sem, ez egy folyamat.
és ezt senki nem tudja helyetted bejárni. Tehát egy segítőnek, egy tanítónak, egy gyógyítónak nem az a dolga, hogy helyetted megcsinálja a lélekalkimiát, hanem hogy vezessen, támogasson és fogja a kezdedet. A lélekalkimiát ezt mindenki önmaga hajtja végre. Azokat a könnyeket, amiket elsírsz közben, nem tudja más helyetted elsírni. Azt a dühöt és haragot, ami felszabadul bizonyos folyamatok során, azokat a felismeréseket, és igen, valljuk be, a lélekalkimiának vannak olyan fázisai, amikor nagyon haragúros vagy, dühös vagy, mert pontosan ezek az elfolytások felszabadulnak. Ezt jelenti a megfényesítés, a megvilágosodás, hogy ránézel ezekre az elfojtott harag, dű, méreg, féltékenység, irítség, fösvénység, fukarság, mit tudom én, egy rakat ilyet lehet felsorolni, elég széles a paletta, és hogy ezek felszabadulnak, és amikor ezek a láncok elpattannak, ezek a kötelek, és kinyitod ezeket a lelakatolt, leláncolt ládákat, ezek felszínre jönnek, és akkor duzzogi leszel, és akkor olyan leszel, mint a morgó, vagy a dulifuli a Hubikékben, ugye a másik kedvenc mesém, vagy a dulifuli. Tehát, hogy ez egyszerűen így jó, hogyha beazonosítjuk magunkba, hogy ez a fázis, ez normális. Amikor sírhatnékod van, és ezt nem tudja helyetted végigcsinálni senki, mert ezek a te érzéseid, ezek a te gondolataid. És akkor van a szent letargia állapota, amikor megengeded magadnak azt a néhány napot, 3-7 nap, ha azon túlnyúlik, akkor mindenképpen kérjen segítőt, mert akkor valami megrekedt, de egy 3-7 nap, attól függően, hogy ki hogyan dolgozza fel az eseményeket, az, ami alatt ez feldolgozódik és kitisztul. Ha nem tisztul ki 3-7 nap közötti időintervallumban, akkor az azt jelenti, ugye nem véletlenül van ez a mondás, hogy minden csoda 3 napig tart, és nyilván ugye tudjuk, hogy 7 nap alatt lett teremtve a világ, tehát hogy az új világod, az új nézőpontok, ez a 3-7 szám. Ezek az ősi szólásaink, meg mondásaink, ennek oka van, tehát ezek nem csak úgy lebegnek a levegőben, ezek ősi titkok, üzenetek, kis morzsák, amelyeket felszedegetve hazatalálhatunk a belső békelélek állapotunkba. Tehát, hogyha még nem oké ennyi idő után, akkor ez azt jelenti, hogy azzal még dolog van. Nem azt jelenti, hogy elrontottad, nem azt jelenti, hogy valamit rosszul csináltál, nem azt jelenti, hogy a segítő nem jól csinálta a dolgát, hanem azzal még feladat van. Az egy héj volt, ami utána majd az újabb héj, meg az újabb héj. Ez egy nagyon hosszú folyamat. De ha tudod, hogy ez a bolygó, a Föld, az egy olyan hologram tér, egy hologram gyógyító program, ahova azért jöttünk, hogy meggyógyítsuk a lelkünket, és az ilyen lehasadt lélekrészeinket összeszedjük, és a megrekedt negatív trutyikat feloldjuk magunkból, és újra felszabadítsuk, feloldozzuk magunkat, akkor nem fogsz olyan kérdéseket feltenni, hogy mikor már, mert ez a tér, ez erről szól. Szóval ez mondjuk nem biztos, hogy jó hír volt most, de a jó hír az az, hogy együtt vagyunk, és hogy együtt csináljuk, és hogy meg tudjuk egymás kezét fogni. De a telihold az abban segít és támogat, hogy megint egy jó nagy lépést tudjál lépni. És amikor te rátalálsz arra az útra, aki te vagy, ami a te megnyilvánulásod, az a, már látod az alagút végén a fényt, és elindulsz felé, és ott szépen letisztítod, már tudod, hogy egyre jobban képbe vagy azzal, hogy miket kell letisztítani ahhoz, hogy tudjál haladni abba az irányba, és hogy ez meg tudjon valósulni. És egyre több olyan gyerekkorból feljövő gondolat, mint a családtag, vagy előző életek, megrekedések válnak nyilvánvalóvá, hogy azok, amik így ilyen kis akadályok, blokkok voltak, akkor egyre inkább bele fogsz tudni állni. És pontosan ezt üzeni a telihold, hogy itt az idő. Nagyon fontos dolgot szeretnék nektek itt záró gondolatokként elmondani. Amikor 2020-ban elindult az a nagy lezárás, meg akinek a nevét sem mondjuk ki, szóval, hogy elindultak ezek a ezen a területen való átalakulások, ugye a szív és a torok csakra közötti rész, a mellkas, az a türkiz energia,
az individuális énnek az energiája, amikor kapcsolódunk a kék isteni minőségünkhöz, a vagyok, aki vagyok állapotunkhoz, és a zöld, azt ugye szívből tudjuk élni, tehát a szív, a lélek feltisztul hozzá, és összerezeg az itt és a mostunk, a jelenünk, az isteni minőségünkkel. Ez a türkiz. Erről bővebben a workshopokon szoktam beszélni. Tehát, hogy ez az individuális én, ez a türkiz energia. 2020-ban ez a türkiz energia kezdett el hangolódni. Volt, aki egy másik testben folytatta tovább ezeket a hangolódási folyamatokat, volt, aki testet váltott. Volt, aki más csillagminőségbe, más csillagtérbe, volt, aki újra, tehát nagyon sok módon lehetett ezt megélni. Volt, akinek kellett egy olyan közeli élmény, ami őt kibillenti a saját megrekedéseiből, ami megvilágosodás pontokat tud neki hozni. De az individuális én az, ami elkezdett újra hangolódni. Ezt egyébként már sokszor mutattam, és teli holdkor is fogom mutatni, és ezt még össze fogjátok tőlem párszor hallani, mert most 23-ban záródik ennek ez a folyamat. Tehát ami 2020-ban elindult, a 2020-as üveg, a 20-as üveg, ugye a csillaggyermek üveg, felül kék, alul rózsaszín. Aztán 21-ben, ugye a taróban a 20-as, az a végítéletnek alapja. A 21-es tarólap az új világ. A 21-es üveg, mint új élet, felül zöld, alul megint rózsaszín, tehát a 20-asban is alul rózsaszín van, a 21-esben is alul rózsaszín, és a 22-esnél is, a 22-es az felül sárga, alul rózsaszín, tehát végig a 20, 21, 22 az mindenhol alul rózsaszín, krisztusi energiára való hangolás. És mondtam, a vöröst azt elmondtam, hogy a vörös minek a fénysugara, a rózsaszín a megbocsátásnak a fénysugara. Elsősorban önmagunknak. Az önszeretés, önmegbocsátás, önfeloldozás, öntisztelet, önmegbecsülés, önértékelés, öngondoskodás, tehát az a szeretet, amivel magunkat vesszük körbe, azzal a szeretettel tudjuk a többieket is körbevenni. Amennyire képesek vagyunk magunkat feloldozni, és ez pedig a Júdás magnak az energiája, és Júdás mesternek a tanításai, és a tavaszi workshopokon erről is sokat beszéltem. Tehát a rózsaszín ugye a megbocsátás, de amennyire magunknak képesek vagyunk megbocsátani, annyira tudunk másoknak is. Egyszer volt nálam valaki, és hallottam egy ilyetől, hogy ő már mindenkinek megbocsátott, csak magának nem tud. Valóban egyébként az van a legmélyebb ponton, ezért mondják azt, hogy Júdás csücsül a pokol legalján. Ugye ez a luciferi energia lesz, egyébként nagyon-nagyon teljes szívemből ajánlom nektek a Lucifer filmsorozatot, vagyis hát egy ilyen tévésorozat, ugye? Fönt van a Netflixen is, de azt hiszem a Videán is el lehet érni, és hogyha te abszolút metaforikusan átvitten nézed a luciferi karaktert, akkor valójában Lucifer mindannyiunknak a metaforája. Mindannyian valahol bukott angyaloknak tituláljuk magunkat a lélek mélyén, most ezt hagyjuk, hogy valóban azok vagyunk-e vagy sem, de hogy ott van valami bukás, amit a tudatalattink valamiért így él meg, és az önfeloldozás az, aminek ugye meg kell történnie. És ezért van a mondás, hogy Júdás csücsöl a pokol legmélyén, mert amikor ezen a lélek alkímián keresztül mész ebben a rózsaszín megbocsátó krisztusi energiában, amikor így megbocsátasz a tanáraidnak, a szüleidnek, a családtagjaidnak, a szerelmeidnek, a párjaidnak, a gyerekeidnek, a tesóidnak, az előző életbeli szereplőknek, végigmész a palettán, és olyan vagy, mint a Trójában a Brad Pitt, mikor azt kérdezi, hogy van még valaki? És kb. A 12.823. karmaoldó meditáció után is azt kérdezett, hogy van még valaki? Akkor ott csücsül a legmélyén a saját lélekmagod, és jelentkezik, hogy igen, én. És a legmélyebb ponton önmagaddal nézel szembe,
hogy mi az, amiért te elhagytad azt a belső lélekbéke állapotot, azt az elíziumi mennyországi állapotot, mi volt ez a kíváncsiság, a tudásra való szomjazás, mint a tapasztalás ösvényén elindulni. Erről írok a Kristályfényszaga regénysorozatban. A Kristályfényszaga regénysorozat a lélek ébredéséről, a lélek alkímiájáról szól, hogy milyen utat jár be a lélek. Igen, a főhősök ikerlángpárok, de ez elsősorban a léleknek az ébredéséről szól, a léleknek az alkímiájáról, amin keresztül megy a két főhős, ahogy felismerik és ráébrednek, hogy ő önmagukban is kicsodák. És most nem szeretnék az ikerlángokról beszélni, majd lesz egy külön videó, meg amúgy sokat beszélek róluk, de hogy nem csak azért érdemes elolvasni ezeket a könyveket, mert téged érdekel az ikerláng vagy sem, hanem azért, mert ez a lélek ébredéséről szól, a lélek fázisokról szól, és a kapcsolatokról szól, nem csak párkapcsolatról, hanem egyéb más előző életbeli kapcsolatokról, a karma okokozati összefüggéseiről, más csillagterekből, átmásolt mintázatokról, tehát nagyon-nagyon sok mindenről írok ebben a regénysorozatban, ugye jelenleg a negyedik részénél tart a folyamat, a metamorfózis az, ami megjelent, és hamarosan várhatóan jövőre fog megjelenni az ötödik rész, aztán a hatodik, 2026-ig a terv az, hogy elkészül mind a hét rész, és azért, és akkor mennék tovább azzal a gondolattal, hogy 2020-21-22, tehát az üvege 2020-ban kék rózsaszín, tehát kék és rózsaszín, 2021-ben zöld rózsaszín, 2022-ben sárga rózsaszín, és akkor 2023, a 23-as üveg, az rózsaszín, tehát megérkezés az anyagba. Valami 20, 21, 22, 23-ban leföldelődött. És ezért számadás ez az év. Mit földeltél le ebben a 4 évben? Nyilván azt megelőzően is, amit dolgoztál, amire ráismertél, amire ráébredtél, ez egy nagyon mély, belső, ugye ez a belső fénytorony, a csakra oszlop, jöttünk le 20-ban kék, 21-ben zöld, 22-ben sárga, 23-ban a rózsaszín, és végig az egész a krisztusi energia, a rózsaszín, az önmegbocsátás, önmegismerés, önértékelés, önfeloldozás, a másokkal, a világgal való kapcsolatunk, a krisztusi tanításoknak a beintegrálása. Erről szóltak ezek az évek, és 2024 az nagyon más lesz. A 24-es üveg az már egy lila türkiz üveg, ami arról az individuális énről szól, hogy amit beintegráltál ebben a 4 évben, az hogyan kezd el átalakítani a világodat. Hogyan kezd el teljesen más világ fűződni körülötted, új kapcsolatok, új munkalehetőségek, új önkifejezési lehetőségek, a költözésektől kezdve új kapcsolódások, új szövetségek, nagyon-nagyon sok változás várható 24-től. És ez a telhiold most egy ilyen, tudjátok, vannak ezek a pihenők, amikor így megyünk az úton, és akkor vannak ezek a pihenők, és vannak kisebb pihenők, amikor csak mosdó lehetőség van, meg vannak a nagyobb pihenők, amikor ott van étterem, akár szálloda is, akár vagy motel, ahol ugye éjszakát is tölthetsz, tényleg felfrissítheted magad, fürdőszoba, ehetsz, stb., és akár 2-3 napot is eltölthetsz azon a pihenő helyen. Na hát ez az augusztus 1, és az augusztus ilyen módon, ez egy ilyen energia. Számadás. Hol tartasz? Mi változott meg? Mi az, amit innentől kezdve másképpen fogsz csinálni? Ez legyen a... Mi az, amit mostantól másképp fogsz csinálni? Akár munkában, akár párkapcsolatban, akár egyéb emberi kapcsolataidban, család, barátok, munkahely, de legfőképpen, mivel ott van Pallas Athéné, aki az önmegvalósítás, ugye a művészet, a kultúra, a tudományok istennője, mindenképpen az önmegvalósító nő, és félreértés ne essék, Pallas Athéné nem szingli. Ő nem a szingli istennő, ő az okos, értelmes istennő,
És aki ilyen palasztaténi minőségben van jelen nőként, ő bizony olyan férfiakkal tud együttműködni, akik tudják azt értékelni, hogy ő egy okos, értelmes és intelligens nő. De nem azt jelenti, hogy nem tud férfiakkal együtt lenni, hanem hogy bizonyos szint fölött már egy bizonyos módon viselkedünk egymással. Szóval igen, azonosítsd be, vagy legalábbis igyekezz beazonosítani, hogy hol tartasz, milyen szinten, és milyenek azok a kapcsolatok, amelyek méltóak hozzád, mi az a gondolkodásmód, az az érzelmi mód, ami méltó hozzád. A minél inkább megtudod a saját belső isteni világodat alapba, formába rendezve meghatározni, determinálni, mi az, ami méltó hozzád. És ehhez a szinthez mi az, ami méltó, hogy hogyan viselkedj, hogyan kommunikálj, hogyan reagálj a világra. Nem az a spirituális megvilágosodás, az nem azt jelenti, hogy a mi elvárásaink szerint alakulnak kint a dolgok, hanem az, hogy felismerve az összefüggéseket, képesek vagyunk másképpen reagálni. Hogyan reagálna egy felemelkedett mester? Hogyan reagálna Pallas Athéné? Hogyan reagálna Jézus, Mária Magdaléna? És sorolhatnám a mester eszenciákat, Saint Germain, csak hogy a Lilát is ide tegyem egy kicsit, hiszen a következő év az egy Saint Germain-i év lesz. Szóval ez most egy krisztusi év, igen, ez egy krisztusi év, a számadás önmagunkkal, erről szól, és akkor kedden, 19 órakor, de ezt ki fogom küldeni hírlevélben is, megosztom itt is a folyamban, kedden, 19 órától Budapesten ezzel kapcsolatosan, amit itt hallottatok, teli hold meditációs est lesz. 7 órától egy kis ráhangolódás, olyan 7:30-8:45, utána mosdószünet, és 8 órakor fogjuk kezdeni a meditációt, körülbelül egy olyan 40-45 vagy 44 perc lesz, ugye jó kis angyali szám, tehát hogy nagyjából egy ilyen 40-50 perces meditáció, és 9-re természetesen be is fejezzük, még utána ott lehet lebegni. Aki úgy érzi, hogy valamilyen auraszóma üveggel ott összerezonál, ezeket haza is lehet vinni, nyilván, tehát hogy meg lehet vásárolni őket, és meg tudom nektek nézni, hogy a születési dátumotokhoz mi az őrangyalüveg, és ilyen őrangyalüveget, mivel az te vagy megnyilvánulva, nagyon érdemes egyébként otthon tartani, nekem is van, folyamatosan ott van az éjjeli szekrényemen, és folyamatosan hangolom magam ezáltal azzal a létezővel, aki egyébként vagyok, aki vagyok állapotomban, és ez bárki megteheti, hiszen az auraszóma üvegek ebben segítenek, de erről majd még kedden mesélek. Szóval ingyenes a teli hold meditáción való részvétel, viszont regisztrációhoz kötött, mivel ez még egy kicsi, kisebb fizikai hely, ezért időrendi sorrendben, ahogy az e-mailek beérkeznek, sajnos a kommenteket ezt azért nem fogom tudni elfogadni, mert nem biztos, hogy látom, nem tudom nyomon követni, úgyhogy ha szeretnél regisztrálni erre a teli hold meditációs este, ezzel a gondolatmenettel, amit itt most hallottál, ezzel fogunk dolgozni, akkor azt a hello@kristalyfenyelysium.hu e-mail címen tudod megtenni, tehát hello@kristalyfenyelysium.hu, annyi, hogy regisztrálsz teli hold meditációra, és én válaszolva az e-mailekre fogom neked a további részleteket megosztani, a pontos címet, hogy kell odájutni, stb. A pontos programot. A jelenlét, mondom, ingyenes, csak regisztrációhoz kötött. Úgyhogy, hát, csodálatos teli holdat mindenkinek, bízom benne, hogy hasznos volt számotokra ez a Facebook Live. Tudjátok, hogy így ősszel és tavasszal szoktam tartani ilyen Facebook Live-okat, most nyáron úgy éreztem, hogy úgyis mindenki nyaral, viszont ez nagyon-nagyon különleges ez a teli hold, úgyhogy most muszáj volt, tehát hogy akkora erős belső készítés volt, hogy ez így itt legyen, és ez így ki tudjon jönni, és mindenki szépen tudjon magában dolgozni ezzel. Úgyhogy ezt most így nyár ide vagy oda, ezt meg kellett tenni, de természetesen szeptembertől folytatom a Facebook live-okat, és folytatódnak a workshopok is, illetőleg ugye
az auraszóma üvegek és az auraszómának a varázslata meditációs estek formájában, workshopok formájában, egyéni segítség formában továbbra is jelen van. Amikor elhasználunk egy ilyen auraszóma üveget, az egy terápiás folyamat. Jó? Úgyhogy hamarosan jövök a részletekkel, figyeljétek a hírlevelet, és érdemes a hírlevelet nézni, hogy néha promócióba megy saját magamnak is ez a hírlevél, úgyhogy érdemes a promóciós fiókot is figyelni, hogy esetleg nem ment-e oda a hírlevél. Heti egy hírlevélre folyamatosan számíthatok mostantól kezdve, mert nagyon-nagyon sok infó jön, rengeteg új információ, mert a következő évtől valami nagyon-nagyon más indul el, ami egyébként 2026-ot készíti elő, viszont erről már tényleg egy másik videóban fogok majd beszélni. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, a YouTube csatornán is megtaláljátok az ehhez kapcsolódó videókat, érdemes követni a YouTube csatornát is, illetőleg a TikTokon pedig apró, vicces, szórakoztató, de spirituális videókkal jövök nektek. Úgyhogy, ha van kedvetek, kövessetek a YouTube-on és a TikTokon is. Sziasztok!